szolidaritási élőláncot alkottak tanárok, diákok és szülők Székesfehérvár belvárosában pénteken. Az országos kezdeményezéshez csatlakozva megyeszékhelyünkön is kiálltak a pedagógusok mellett. Az országalmához sokan kockás vagy fekete ruhában érkeztek. Az élőláncot követően a résztvevők gyertyákat gyújtottak, közösen énekeltek és többen beszédekben is megfogalmazták gondolataikat a jelenlévők felé. Új Ecofamily áruház és Jancsár kert piac egy helyen. A Balatoni út 10-es szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa a Corbey ingatlanhasznosító Kft. Mintegy 1,5 milliárd forint összegű beruházást indít novemberben. A projekt három fő eleme az új Ecofamily áruház építése, a Jancsár kert termelői piac felújítása és a parkolóterület bővítése. A beruházás célja, hogy a fehérvári vásárlók egy helyen gazdag választékban, a hét mindennapján kedvező áron juthassanak hozzá magas minőségű csomagolt élelmiszerekhez, háztartási cikkekhez, vegyi háztartási papír és édesipari termékekhez, valamint háztáji gazdaságokból származó zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermékhez, pékáruhoz és füstölt húsokhoz. A sajtótájékoztatón a házigazda Jancsár Kertpiac és Közösségért Egyesület vezetője Schulz György mellett ott volt Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András polgármester, Szabó Bakos Györgyné a városrész önkormányzati képviselője, valamint a beruházó ingatlangazdálkodási Kft. Vezetője Olán Norbert is. Mindenképpen híve vagyunk a hagyományos termelői módon előállított termékeknek, és az elmúlt éveknek az egyik hozadéka sajnos, hogy egyre több ember küzd mindenféle ugye, laktóz érzékenységgel, vagy egyéb érzékenységgel, úgyhogy ezeket a vásárlókat is mindenképpen szeretnénk kiszolgálni, és mi meggyőződésünk, hogy a termelői piac és az Ecofamily üzletünk egy tökéletes szimbiózisba fog tudni együttműködni jövőre. A méhek munkájának fontosságára, az egészséges táplálkozásra és a helyi termelői élelmiszerek fogyasztására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szombaton az Alba Plázában. Varga Imre István, a kamara elnöke elmondta, hogy a Kárpát-medence éghajlata szinte a legmegfelelőbb környezet a méhek számára, sőt a minőséget szavatolja, hogy szabályt tiltja a káros vegyszerek használatát a méztermelés során. Magyarországon 1.200.000 méhcsalád szorgoskodik azért, hogy az asztalokra friss és egészséges méz kerülhessen. Továbbá azt is megemlíteném, hogy a beporzáshoz és a természet fennmaradásához nagyon fontos szerepet töltenek be ezek az élőlények. Albert Einstein ennek kapcsán azt mondta, hogy ha nem lennének méhek, akkor 4 éven belül elpusztulna az élővilág a Földön. Úgyhogy ezekre a gondolatokra szeretnénk felhívni a rendezvényünkkel a figyelmet. Az esztendő vége felé közeledve immáron 13. alkalommal idén is megrendezte hagyományos bemutatkozó kiállítását a Kisfaludi Művészkör, amely a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium tehetséges fiataljainak minikoncertjével vette kezdetét. A képzőművészet barátait 10 alkotó művei, akvarellek, olajfestmények, grafikák, fafaragások és festett bútorok várták a Kisfaludi Közösségi Házban. A tárlatot Horváth Miklós Csaba, önkormányzati képviselő és Benkő Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője ajánlotta a közösség figyelmébe. Hakkenfeller Ferenc, az alkotók vezetője büszke arra, hogy 2008-as megalakulásuk óta változatlan hittel dolgoznak. A művészkör folyamatos megújulásának záloga, hogy tagjai eleget tesznek a kor kihívásainak, és önmaguk képzésével, egymás segítésével évről évre tetten érhető, egyre magasabb színvonalon alkotnak. Elhozzuk a képeket, megmutatjuk egymásnak, és őszintén megmondjuk a véleményünket róla. Mit csináltam volna másképp, te mit csináltál volna másképp, és igyekszünk megfogadni egymás jó tanácsait, amennyiben sikerül, mert persze az embernek van egy egyénisége, egy egója, egy kialakult világszemlélete, és az a jó, hogy nem egymást másoljuk, hanem mindenkinek megvan a maga kialakult, most már a maga stílusa, felismerhető, hogy kifestette a képet.